A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója, témánk pedig a bazilika felújítása. Én azt hiszem, hogy rendkívüli méltóságot kölcsönzött idén az Aranybulla emlékévben, illetve Szent István ünnepén a bazilika ünnepélyes átadása. Ránk figyelt az ország, jogosan tehetjük hozzá, hiszen Szent István városában befejeződött és gyönyörűséges lett. Méltóságot és felelősséget kölcsönzött ez a 2018-ban elindított munka. Tisztelettel köszöntelek. Egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen 2016-ban született meg a kormány azon döntése, hogy 2 milliárd 280 millió forintnyi keretet biztosít a Szent István Király Székesegyház teljes belső felújítására. Hogy fogadtátok ezt a döntést? Ha még egy picit visszamennék az időben, én is tisztelettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a beszélgetést. Talán emlékeznek rá a fehérváriak, hogy 2014. június elején egy éjszaka a bazilika északi oldalán, tehát a önkormányzat felüli oldalán, a városháza felüli oldalán a templomnak, a párkánynak egy hatalmas darabja leszakadt. Szerencsére éjszaka történt, és nem volt senki ott a környéken. Hát nagyon meglepődtünk, hogy mi okozta ezt a problémát, ugyanis az épületet, ahogy a egyházmegye többi épületét is folyamatosan figyeljük, monitorozzuk az állapotát az épületeknek, és az előző évben volt egy teljes diagnosztika, ami ugye az épület állagát szemrevételezéssel vizsgálta, és kiderült, hogy a tető súlyos állapotban van, és ráterhelt már a párkányra. És ez okozta ezt a problémát, úgyhogy azonnali beavatkozásra volt szükség, és ehhez a önkormányzat hathatós támogatására is szükség volt. Emlékeim szerint 100 millió forintot azonnal megszavazott Székesfehérvár megyei jogováros közgyűlése erre a segítségre gyakorlatilag, mert itt sürgős beavatkozásra volt szükség, illetve kormányzati támogatás is érkezett. Tehát 2015-ben elindult a homlokzat, illetve először a tető, majd a homlokzatnak a rekonstrukciója, javítása, de ezzel párhuzamosan már gondolkodtunk azon, hogy a belső helyreállításra is szükség lehet. Nyilván először meg kellett tenni az ásatásokat, hiszen ez szervesen hozzátartozik, és azt hiszem, hogy ezt a Szent István Király Múzeum munkatársai remekül elvégezték olyan eredményekkel, amelyeket nem vártunk, és ez nagyon fontos. Viszont a belső felújítás a legátfogóbb, amely valaha is történt a bazilikával. Ezt miként lehetett meghatározni? Nyilvánvaló, hogy azt tudjuk, hogy úgy volt érdemes nekiállni, hogy akkor készüljön el teljes egészében. A 2016-ban régészeti ásatások voltak a két mellékkápolnában, tehát a bejárati előcsarnokból nyíló két kápolnában, ami a templom középkori eredetével kapcsolatos új információkat hozott napvilágra. Egy nagyon szép sírkő előkerült, illetve több egyéb leletanyagból is gazdagodott az ismeretünk. Ez a sírkő egyébként egy Del Bene családnak a sírkővel, akik Firenzéből származnak, és Budán, illetve Székesfehérváron valószínűleg kereskedelemmel foglalkoztak. Tehát ez is egy nagyon fontos új információ. És ezzel párhuzamosan, tehát a régészet kutatásra párhuzamosan elindítottuk a két kápolnának a restaurálását is, azért, hogy megnézzük, hogy milyen mi vár ránk gyakorlatilag az egész templomnak a belső helyreállítása előttünk áll. És szép lassan kidolgoztunk egy olyan programot, amire úgy gondolom most már, hogy visszatekintünk erre az egész 6 éves folyamatra, úgyhogy már eredménye is van, és valóban
szakmai körökből is pozitív visszacsatolást kaptunk. Tehát kidolgoztunk egy olyan módszert, ami kifejezetten arra vonatkozott, hogy az egész templomot hogyan lehet helyreállítani, az egész belsőt. Ugyanis erre nem volt példa. Utoljára 1866-ban volt egy átfogó felújítása a templomnak, akkor 9 hónap alatt ezt a feladatot megoldották, tehát 1866-ban. Ugyanez a feladat 2016 és 22 között gyakorlatilag 6 évet vett igénybe. Ebből 3 év volt a tervezés, és 3 év a kivitelezés. Igen, hát 2018-ban ugye a 250. évfordulón, az építés 250. évfordulón kezdődhetett meg a munka. Én azt gondolom, tehát itt amikor azt mondjuk, hogy egy átfogó felújítás, akkor itt a freskók, oltárképek, műmárvány, stukkó felületek, fából készült berendezési tárgyak, oltárok, bútorok, szobrok, az altemplomról ugye már esett szó. Ez egy óriási munka, és szakmailag egy rendkívüli kihívás, én azt gondolom. Valóban ez volt, és tehát a legnehezebb része, vagy a leginkább átgondolandó része ennek az egész projektnek az volt, hogy hogyan tudjuk ezt a nagy feladatot kézben tartani folyamatosan. Ugye lehet hallani mindenféle beruházások csúszásairól, időben és pénzben is. Ezt szerettük volna elkerülni. Püspök atya kérte, hogy a rendelkezésre álló forrásból oldjuk meg ezt a feladatot. És ezért azt találtuk ki, hogy a templom belsőt összesen 951 darab értékleltári tételre osztottuk föl. Ez azt jelenti, hogy szinte minden alkatrészét a templomnak külön egységként kezeltük, ami egy önálló azonosítót kapott, és ezután már csak egy ugrás volt az, hogy egy informatikai rendszer dolgozzunk ki, ami ezek alapján az önálló egyedi azonosító alapján újabb és újabb információkat tudott hozzá tenni a templom felújításához, illetve a felújítás teljes menetét gyakorlatilag egy informatikai rendszeren keresztül tudtuk, illetve tudjuk most is ellenőrizni, mert most a dokumentáció készítése folyik. Viszont ne feledjük, hogy a restaurálás mellett a statikai megerősítés, épületgépészet és a villamossági korszerűsítés is szerepelt a tervekben. Igen, ez egy külön út volt. Ebben is egyébként mondhatni azt, hogy saját utunkat jártuk, és most már mondhatom azt, hogy bizonyította, hogy jó útra léptünk a templom felújítással, hiszen látjuk, hogy milyen szép lett az eredmény. Külön vettük a építőipari és külön restaurátori feladatokat. Általában ezeket egy generál kivitelező szokta elvégezni, aki hát a saját lehetőségei és hát természetesen érdekei mentén oldja meg ezeket a kérdéseket. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy a restaurátori szakágok, akikre itt szükség van, külön-külön közbeszerzésben fognak kerülnek beszerzésre gyakorlatilag, tehát az ő munkájukat külön. Ugye ezt a két munkát külön kellett választani. Én azt gondolom, hogy mi kívülről rácsodálkoztunk, neked felelős vezetőként végig kellett kísérned ezt a folyamatot, hiszen egy csodát kaptunk a végén. Melyek voltak a legnehezebb pillanatok? Hiszen nyilván ott van 2000 négyzetméternyi freskó, kezdjük ezzel. Én azt gondolom, hogy ez egy valóban le kell, hogy boruljunk előtte, és méltósággal megtisztelnünk, akár csak kívülállóként is. Hogy sikerült olyan restaurátorokat, szakembereket találni, keresni, akik ezt meg tudják csinálni? Itt megint visszakanyarodnék a tervezéshez. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy a tervezés, ahogy említettem, 3 évig tartott tulajdonképpen. Ez alatt a restaurátorok megkutatták az összes felületet. Ehhez a 951 tételhez mindegyikhez került valamilyen információ. Az, hogy mit tudunk róla, a történetéről, milyen fizikai állapotban van. És ezzel párhuzamosan egy úgynevezett restaurálási koncepciót is kidolgoztunk, ami arról szólt, hogy mit szeretnénk, hogy lássunk a folyamat legvégén az adott műtárgy, az adott műemléki elem esetében. Tehát nagyon pontosan meghatároztuk, volt egy víziónk, tehát nem úgy álltunk neki a munkának, hogy majd valamilyen eredménye lesz, hanem pontosan tudtuk, hogy milyen eredményt szeretnénk elvárni, ezt természetesen egyeztettük az egyházmegye vezetésével, és röviden egy mondattal ezt úgy fogalmazhatnám meg, hogy meg szerettük volna őrizni a templom régiségét. A régiség alatt érthetek sok mindent,
főleg azt értettük, hogy nem egy új hatású épületet szeretnénk, hanem nem akarjuk letagadni az eltelt 250 évet, amiről már említettünk. Tehát a templom, ahogy most látjuk, egy 250 év alatt kialakult interiőr. Vannak benne barokk, 19. századi és 20. századi elemek is, amelyek egy sajátos egységet képviselnek. Mindegyiknek külön története van, mindegyik különböző időszakába kapcsolódott be ennek a templomnak, a építés történetébe, és ezeket egyesével megvizsgálva azoknak az időmúlását nem eltagadott, de a lehető legszebb állapotát szerettük volna visszaállítani. Nagyon érdekes egyébként egy adat, ezt közé is tettük a sajtó anyagokban, hogy 424 négyzetméter arany felületet újítottak meg, vagy aranyoztak be a restaurátorok, de ennél jóval nagyobb mennyiséget terveztünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy igen jó állapotban maradtak meg ezek a régi elemek. A legnagyobb munka gyakorlatilag a tisztítás volt, hogy eljussunk a sok-sok rárakódott por és kosz réteg alatt az eredeti rétegekhez, és miután ezeket letisztítottuk, esetleg megszabadítottuk az átfestésektől, átdolgozásoktól, későbbi átfestésektől, átdolgozásoktól, kaptunk egy úgynevezett nulla állapotot, tehát az, ami megmaradt az eredetiből, és utána a feladat már csak az volt, idézőjelve csak, hogy egy esztétikai egységet tudjunk konzerválni és esztétikai egységbe hozni. Igen. És ha kihívásról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb kihívás, de egyben a legszebb feladat is, hogy ezt a bizonyos nulla állapotot arra az állapotra hozzuk, ami most látható, és egy valóban élvezhető és szép esztétikai egység jöjjön létre. Igen, az esztétikai egységhez szervesen hozzátartozik a műmárvány és tukkó felületek felújítása is. Ez megint csak nagy munka lehetett, hiszen ez már ugyanúgy még hozzátartozik a szemhez, hiszen a hívő ember is azért szeret rácsodálkozni, illetve megtisztelni ezeket a felületeket, és korán sem mindegy, hogy néznek ki. Ez hogy zajlott? Gyakorlatilag ugyanazokon a fázisokon keresztül ment minden egyes műtárgy, tehát volt egy kutatás, a kutatás után egy tisztítás, konzerválás, majd egy esztétikai helyreállítás. Ezeknek a folyamatoknak aztán voltak kisebb alfolyamatai is, egyébként ezt tudtuk ezzel a bizonyos informatikai rendszerrel végig kísérni. A műmárvány stukkó esetében bizony igen nehéz volt a tisztítás folyamata. A rárakódott különböző koszpor rétegeknek az eltávolítása, azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb feladat ebben, és úgy érzékelem, hogy ez jól sikerült. Fából készült tárgyak, hiszen ahol mi is, ahova betérünk, illetve az oltárak is, ennek olyan méltóságot kell adni úgy szintén, mint az egész épületnek kívül belül. Na igen, itt volt egyébként, amire már utaltam, ez a bizonyos kihívás, hogy esztétikai egységet adjunk, hogy különböző anyagú és korú alkotások vannak ebben a templomban, és ezeknek az egységét, az esztétikai egységét úgy kellett kialakítani, hogy ezek egymással gyakorlatilag kommunikálhassanak, és ne különböző hangon szólaljanak meg. Tehát egyfajta, ha már egy zenei hasonlatot mondok, akkor egy harmónia jöjjön létre, természetesen vizuális értelemben. Úgyhogy a fa és a műmárvány felületek, különösen az aranyozásoknak az összehangolása volt egy komoly szakmai kihívás. Mint ahogy komoly szakmai kihívás egy ilyen közösséget összetartani, tehát olyan kiváló szakembereket egy irányba terelni, ha úgy tetszik, ebben azt hiszem, hiszen 150-en dolgoztak ezen. Ez egy rendkívül komoly folyamat része, minden egyes külön munka, hogy az időben és olyan szinten móddal készüljön, hogy a későbbi felújításnak példát adjon. Ebben nyilvánvaló a szakemberekre figyelni kellett. Voltak fennakadások, voltak olyan problémák, amelyek később a tervezés során még nem derültek ki? Itt mindenképpen meg kell említenem Vági Péter nevét, aki építész, és ő koordinálta ezeket a munkákat, tehát a műszaki ellenőrzést és a restaurátori munkák koordinálását is végezte. Természetesen közösen dolgoztunk, de ő dedikáltan erre a feladatra lett fölvéve, hogy neki ez volt a feladata. Tehát a
a munkáknak a összefogása, összehangolása. És én azt mondhatom, talán ezt így a nyilvánosság előtt is el lehet mondani, hogy nagyon komoly fennakadások nem voltak, és ami viszont, ha visszatekintünk ezekre az évekre, talán most eddig nem került szóba, hogy itt azért volt két év, amikor egy világjárvány pusztított, és Magyarországot is érintette, és nem készültünk természetesen, tehát 2018-ban nem tudhattuk, hogy egy világjárvány, egy pandémia fog itt megjelenni hamarosan, de ez a bizonyos informatikai rendszer, ami segítette ezt az egész folyamatot, ez alkalmas volt arra, hogy a zsűritagok, akik négy zsűritag volt, akik ellenőrizték a restaurátorok munkáját, online tudják ezt ellenőrizni. Tehát voltak olyan zsűrizések, amikor a restaurátorok által feltöltött fotók alapján lehetett a teljesítéseket, illetve a módosításokat kérni, igazolni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag a három éves felújítási projektben körülbelül három hónap csúszás, de csak egy részfeladat esetében okozott a Covid. Tehát ez szintén egy úgy gondolom, hogy nagyon fontos és hangsúlyozandó dolog, hogy még egy ilyen pandémia sem tudta ezt a nagy beruházást megmozdítani, vagy kimozdítani abból az irányból, amire rátettük. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy helyek közel sikerült végigkísérnünk a felújítás folyamatát, és hát én magam is nagyon sok fotót, illetve videót láttam erről. Én azt gondolom, hogy számomra a csúcspont az volt, amikor a főoltárképet a segítségeddel, te hogy érezted, a helyére került, hiszen az egyszerűen, tehát ilyen leborulásra késztetett mindenkit. Egyrészt maga gyönyörűségében, hiszen általában a templomba imádkozni megy az ember, ha hívő, ha látogatóba megy, akkor pedig rácsodálkozik a különböző műtárgyakra. De amikor az oltárkép, az valami egészen különleges pillanat volt. Különösen azért számomra legalábbis, hogyha lehet személyes élményeket is elmesélni. A restaurátor műhelyből folyamatosan kísértük a főoltárképnek a helyreállítását, és ahogy a műhelyben alakult és szépült a kép, valahogy nekem úgy nem állt össze, hogy ez majd oda be fog kerülni, és akkor ez a kép hogy fog kinézni teljes valójában. És egyszer csak visszakerült. És ez egy valami olyan pillanat, egy ünnepi pillanat volt, amikor mondhatjuk azt, hogy összeállt a kép. A keret, amit mondhatjuk azt, hogy az oltárépítmény, amit a Hillebrand császári építész tervezett Mária Terézia megbízásából, és a főoltárkép, amit pedig szintén Mária Terézia megbízásából Vincenz Fischer akadémiai festő festett, újra találkozott, és az a szándék, ami 1775-ben létrejött itt Székesfehérváron, az újra láthatóvá vált. Úgy, gyakorlatilag ugyanazt a hatást érte el, és egy érdekesség még, ha már erről beszélgetünk, a főoltárképpel kapcsolatban, hogy ugye ez Bécsben készült, 1775-ben. Vincenz Fischer élénken levelezett a városi magisztrátussal, azzal kapcsolatban, hogy Szent István korában hogy nézhetett ki maga a király, illetve a palást, a korona, és esetleg a templom is, ahol felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Tehát erről vannak dokumentumok. De a mester, tehát az akadémiai festő, aki gyakorlatilag egy sztár volt az ő korában, Vincenz Fischer, nem járt Székesfehérváron. Elkészítette a műhelyébe a festményt, feltekerték egy valamilyen dobra, egy hengerre, szekérre tették, és megérkezett Székesfehérvárra valamennyi idő után. Most ennek az útnak a nyomait magán viseli ez a kép, ugyanis a viszonylag friss olajréteg, amivel ugye megfestették a vásznat, ez megrepedezett. Tehát ahogy feltekerték erre a hengerre, nagyjából a hengernek az átmérőjét is meg lehetne egyébként állapítani, mert a törések jelentek meg
a festményen. Ezzel egyébként már később is találkoztak, és javították többször közel 250 év alatt, amióta itt van Székesfehérváron. És ezeknek a sérüléseknek a nyomait bizony most is a restaurátoroknak kezelni kellett, és a infravörös felvételeken nagyon jól látszik, ahogy ezek a párhuzamos csíkok megjelennek a képen, amik nem itt a helyszínen sérültek, hanem bizony az útnak a nyomát viselik magukon. Ugye fontos megerősítés volt ebben az esztendőben február 18-án, hogy ugye itt volt Spány Antal megyes püspök, Soltész Miklós államtitkár úr, Varga Tamás, akkor még külügyi államtitkárként, illetve Cserpalkovics András polgármester együtt tettek hitet egy időkapszulában arra, hogy igen, ez egy nagyon fontos dokumentum, mármint a felújítás kapcsán is. Ez már egy megerősítés volt. Viszont az avató, hogy újra elfoglalhatta méltó helyét Székesfehérvár belvárosában, hogy itt volt Erdő Péter esztergomi érsek, ő eminenciája mindig különleges, minden látogatása különleges. Én volt lehetőségem Rómában találkozni vele, a Santo Stefano Rotondóban, és azt figyeltem meg, hogy a maga természetességében egy különlegeset képvisel. Tehát számunkra, számotokra bizonyosan megerősítés volt az ő ügybeszéde is. Ha az, hogy Erdő Péter bíboros prímás eljött erre az ünnepségre, és itt szentbeszédet mondott, majd utána a felajánlási imát elmondta, illetve a Magyar Szent Család erekéi előtt elmondta azt az imát, amit korábbi években Spány Antal megyés püspök szokott elimádkozni ezen a szép ünnepen. Ez számomra azt mutatta, hogy a magyar egyházon belül milyen fontos szerepe van Székesfehérvárnak. Egyrészt, másrészt pedig azt, hogy a prímás, tehát Magyarország első, nevezhetjük így, első főpapja imádkozza ezt a felajánlási imát itt Székesfehérváron, ez egy rendkívül megható és maradandó pillanat volt. Tehát lelki, történelmi, kulturális és művészeti értéke van. Én azt hiszem, hogy ez így együtt bizonyosságot ad mindazoknak, akik ebben ezért tettek. És én hát köszönöm rajtad keresztül is mindazoknak, akik megerősítették egyrészt a hitünket abban, hogy igenis érdemes visszatekinteni, és igenis érdekes a jövőnek dolgozni. Másrészt meg azt gondolom, hogy Székesfehérvár különösen jól járt, hiszen a leglátogatottabb intézmény, ha úgy tetszik, ilyen rossz szóval, a Szent István Bazilika. Hogyan tovább? Most már jönnek a hétköznapok. Hát még azért van feladat a Székesegyházzal kapcsolatban. Egyrészt említettem, hogy dokumentációkat el kell készíteni, ami ugye a törvényi kötelezettségünk. Ezeket készítik a restaurátorok. Másrészt az a hatalmas mennyiségű információ, ami a felújítás kapcsán rendelkezésünkre áll, ez most mondhatom úgy, hogy egy adathalom. És ebből szeretnénk egy olyan kimenetet, vagy olyan értékelhető összefoglalót készíteni, ami a templomban is elérhető egy applikáció segítségével, az egyházmegye több épületében működő szemvezető applikáció segítségével a templomban is lehet majd információkat kapni magyar és idegen nyelven magáról a templomról, illetve szeretnénk ezt valamilyen kiadványban is megjelentetni, tehát maradandó emléket állítani magának a felújításnak is, hiszen ez a rengeteg információ, amit összegyűjtöttünk, ez azt hiszem, hogy a köznek a az embereknek az érdeklődésére igényt tarthat. Biztos vagyok benne. Érdeklődéssel várjuk. Köszönöm András, szépen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát természetesen ott leszünk minden olyan alkalomkor, ami igényt tart az érdeklődésünkre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták Smohai András, az Egyházmegyei Múzeum igazgatójával, a Szent István Bazilika felújításáról esett szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.